Hát a mai témának a fókuszában elsősorban, amikor elkezdtük tervezni ezt a beszélgetést, ezt a kerekasztal beszélgetést a lányokkal, akkor a kamaszokra szerettünk volna fókuszálni, elsősorban ugye azért, mert ők már december óta online tanulnak, viszont hát időközben ugye valóban át kellett állni az egész köznevelési rendszernek az online tanulásra. Én abban bízom, hogy a ma elhangzó problémák, és igyekszünk erre különböző megoldási lehetőségeket is ajánlani, talán majd hasznosíthatók lesznek az általános iskolás tanítók számára. Sőt, én minden bizonnyal így gondolom, hiszen szerintem itt többen úgy ülünk a webináriumon, hogy többféle szerepben vagyunk jelen. Én jó magam is anyukaként is az elsős kislányomnak az online tanulását is napközben támogatnom kell. És mielőtt, most egy kicsit még a dobpergést húzva, bemutatnám kicsit részletesebben a beszélgető partnereimet, mi arra jutottunk, hogy szeretnénk önöket, titeket megkérni arra, hogy egy rövid, gyors, mentiméteres mérést, vélemény megosztást csináljunk együtt. Ehhez készítettünk egy kérdéssort, úgyhogy most azt szeretném majd kérni mindenkitől, hogy legyen szíves a telefonján, vagy pedig a számítógépén, a böngészőbe a következőt beírni, hogy menti.com, és én pedig a chatbe is beírom, meg már is kivetítem a kérdéssort. Most először gyorsan beírom ide a chatbe, a 88621178-as kódszámon fut ez a mentiméter kérdéssor, és most meg is osztanám itt a képernyőmön, hogy együtt figyeljük. Kaphatok egy visszajelzést, hogy látják a megosztásomat? Rövid vissza, szerintem igen. Igen. És én arra kérnélek, tehát kérnék mindenkit, tehát ez a kérdés, menti.com-ot legyenek kedvesek beírni, ugye fent is látható itt a felső sorban a kód is, és meg fog jelenni önöknek is a választási lehetőség, tehát önök szerint a felsorolt problémák közül melyek okoznak leginkább gondot az ön diákjai számára az online oktatás során. Itt 8 szempontot soroltunk föl, ezeket kellene sorrendbe tenni, mégpedig úgy, hogy a legnagyobb problémát okozóval kezdik. Én körülbelül egy olyan 3 percet szánnék erre, és ha közben valaki kérdezne, akkor tegye meg a chatbe, ha elvesztené a fonalat, és Attila és én is próbálunk segíteni. De miközben önök kitöltik ezt a kérdőívet, én akkor elkezdeném bemutatni a két beszélgető partneremet, akik szintén egyébként két szerepkörből vannak itt ma jelen velünk, hiszen... Virág, igen? Indítsd el a... Nincs elindítva a szavazás. Jaj, bocsáss meg, köszi. Hopp, csak itt lent. Hopp, hol indítom, Attila? Most én azt hittem, hogy open, ugye? Hát igen, igen. Most elméletileg nyitva van most már. Most jó. Jó, elnézésüket kérem, köszönöm Attila segítséget. Ennyire új funkciók vannak, 1000 éve kellett a mentit megindítanom. Tehát akkor bemutatnám a beszélgető partnereimet. Először Pápai Júliát, aki tulajdonképpen régi, tehát egy időben még kollégák is voltunk, a második Rákóczi Ferenc, akkoriban még egész még közgazdasági szakképző gimnáziumként működött, ma már ugye második Rákóczi Ferenc közgazdasági technikum, ugye Júli, ha jól emlékszem, a pontos nevére, és Júli, segíts majd nekem, hogy hány éve dolgozol itt, többféle tantárgyat tanított már, most jelen pillanatban német és közgazdaságtan tanárként dolgozik, és ami nagyon fontos a mai témával kapcsolatban, hogy végzős osztálya van. De majd szeretnélek, Júli, megkérni arra, hogy azokat a szempontokat majd mondd el magadról, amik még fontosak lehetnek itt a mai beszélgetés során.
és Borbély Dórát mutatnám még be, aki a budai tanácsadóban dolgozik pszichológusként, egyébként emellett pedig 10 éve foglalkozik médiapedagógiával, és több nagyobb fejlesztésnek a fejlesztésben vett már részt. Fontos szempont egyébként, hogy Gyuli is foglalkozik, tehát ő is médiapedagógus is, és fejlesztő pedagógus végzettsége is van. És akkor közben, ha ránézzünk erre a szavazásra, akkor azt látjuk, hogy szépen alakul, hogy az első helyen a motiválatlanság, a bezártság miatti lelki problémák jelennek meg. Picit még itt mozognak a dolgok, még egy percünk van, egy percet várok utána, akkor én le fogom zárni a szavazást, de természetesen az is jó, hogyha fejben átgondoljuk ezt a sorrendet, és a beszélgetés közben tudunk reflektálni saját magunk gondolataira. De úgy látom, hogy ez az önálló időbeosztás magasan vezet, és a társak hiánya is egyre inkább egy kiemelt szempont lesz. Azért érdekes ez a szavazás, mert közben elmesélném, hogy Pápai Júliáék is csináltak, hogy készítettek egy mérést az iskolájukban, ugyanis a december óta tartó online tanulás során alapvetően nagyon erősen szembesültek a motiváció hiányának problémájával. Amikor Julival először beszélgettünk erről, akkor tulajdonképpen akkor született meg ennek a beszélgetésnek az apropója is, hogy ez egy olyan fontos téma, amiről mindenképp érdemes újra és újra beszélgetni, hogy tulajdonképpen mit jelent pontosan a járványhelyzet miatt kialakult online tanulás, hogyan való átállás, és milyen komoly következményekkel jár lelki, pszichológiai, illetve pedagógiai szempontból. És a pszichológiai szempontokat Dóri fogja majd képviselni, elsősorban Júlit pedig arra fogom kérni majd, hogy a pedagógiai reflexióit tegye majd hozzá a beszélgetés során. És akkor én most lezárom a szavazást, és hogyha együtt erre ránézünk, szerintem most sikerült, igen, akkor azt látjuk, hogy elsősorban tehát a bezártság miatti motiválatlanság az, ami a legnehezebb most a tanulóink számára, illetve az önálló tanulás szervezés, és az időbeosztás, és a társak hiánya az, ami még ugye itt negyedik helyen megjelenik. Én most akkor arra kérnélek, Júli, először téged, hogy egy picit mondd el nekünk, hogy a ti méréseteknél mi az, ami előtérbe került. Tehát mi lett a ti eredményetek, és egy kicsit reflektálj kérlek erre a látott. Oké, köszönöm a szót, Virág. Remélem, jól hallatszódom, és a technikai gondok megoldottak. Mi megcsináltuk ezt a mérést január végén, tehát az első fél év lezárása után, ugyanis ott egy nagy szakadékot éreztünk a gyerekek motiváltságában. Én nálam most le van fagyva a kép, de remélem, én jól hallatszódom. A nagy szakadék, ahhoz képest egy nagy szakadék volt, hogy én technikumban dolgozom, tehát ott nagyon nagy kihívást jelent iskolai keretek között is a motiválódás. 200 darab szülő töltötte ki a szülői kérdőívet, és 270 diák a tanulói kérdőívet. Alapvetően összecsengett a szülői és a tanulói kérdőív eredménye. Néhány különbség volt, a diákok nálunk volt ilyen kérdés is, sokkal inkább érzékelték a családon belüli problémákat, feszültségeket és gondnak. Ezt arányaiban jóval több diák jelölte be, mint amennyi szülő. De ennek ellenére nagyon jól tippeltetek ti is, ugyanis legnagyobb probléma ugyan nem az önálló tanulás hiánya, nem a felkelni képtelenség volt, de a top 3-ba szerepeltek. Amit ti nem raktatok első helyre, az mind a szülőknél, mind a diákoknál nagy problémát okozott a túl sok tanórán kívüli feladat, úgyis, hogy a mi iskolánkban már
Tavasz óta egy olyan megállapodás volt, hogy próbálunk csak olyan feladatot adni, amit a tanóra idejébe tudnak a diákok megoldani. Ennek ellenére, és ez majd egy érdekes téma lesz, hogy a tanárokat mi csalhatja meg, mi az, ami miatt egy kicsit káprázatba élnek, mikor kiadnak egy feladatot, és a diákok meg hétvégén oldják meg, vagy éjszaka. Tehát több minden szempont van, ami miatt a diákok úgy érzékelik, hogy nagyon sok feladatot kaptak, meg délutára kapták, a tanár meg úgy érzékeli, hogy ő nem is adott olyan sok feladatot, és tanórára adta ki. Tehát nálunk ez a legnagyobb probléma, és ez szerintem egy központi kérdés, hogy mi mit érzékelünk máshogy, és mit nem. De természetesen, és erről majd a Dóri pszichológiai szempontból is fog sokat beszélni, az önálló tanulás hiánya, az önálló időbeosztás kvázi képtelensége, és a reggeli felkelés, mert hogy nincs csörgő, vagy csengő, ami beenged bennünket, vagy az órára ezzel nem is érezzük olyan fontosnak, ezek is előkerültek. És igen, a technikai akadályok, ahogy nálatok is, legutolsó helyre kerültek. Tehát nagyon kevesen jelölték be, hiába a szociokulturális társadalmi közeg, akiket mi oktatunk, még azt is hihettük volna róluk, hogy nekik technikai gondjaik vannak. Többség mobiltelefonról van fenn, de nem tartják ezt a technikai problémának. Se ők, se a szülők. Úgyhogy nagyrészt összecseng a mérés, amit mi mondtatok a mi méréseinkkel. Köszi, Juli. Dóri, egy kicsit beszél nekünk arról, hogy tulajdonképpen itt nagyon elő szerepel ez az önálló tanulás, és az időnk megszervezése, hogy ez erről mit érdemes tudnunk a kamaszok szempontjából, tehát kifejezetten ugye az ő korosztályi sajátosságaikra való figyelemmel. Mi az, amit ne felejtsünk el, vagy szem előtt kellene tartanunk? Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel, és ahogy Virág mondta, én is kettős szerepben vagyok jelen, mert hogy van egy hatodikos kislányom, és van egy másodikos kisfiam, és tulajdonképpen már egy éve kísérem őket, hol itthon, meg hol az iskolába járva a tanulásban. Másfelől pedig pszichológusként felnőttekkel beszélgetek egy éve arról, hogy ők szülőként hogyan élik meg ezt a helyzetet. Tehát mindezt, amit most elmondok, azt mind a két szerepből mondom. És egy picit amellett, hogy az önálló tanulás hogyan szerveződik, szeretném olyan keretbe rakni ezt a helyzetet, csak így tudatosítani, hogy amiben most egy éve vagyunk, az egy krízis helyzet, amiben minden bizonytalanná vált, és ebben a helyzetben kell a gyerekeknek otthonról iskolába járni. És nagy kérdés, hogy hogyan lehet otthon diákként lenni, létezni, mert hogy maga a diák szerep, az egy nagyon kontextuális szerep. A koronavírusig föl sem merült az, hogy tulajdonképpen a diák szerep az arról szól, hogy bemegyünk egy épületbe, amit iskolának hívnak, és már felveszünk egy attitűdöt, egy figyelmet, más a diáknak a memóriája az iskolában, mert hogy a tanulásról is tudjuk, hogy kontextuális és a memória is. Tehát mindezt a képességet egy otthoni kontextusban kell ezeket mozgósítani. És az otthoni kontextus meg tök másról szól mindannyiunknak, a családi kapcsolatokról, a pihenésről, a hobbiról, tehát hogy ez a két tér összecsúszott, és egy családi kontextusból kell egy ilyen iskolai szerepben lenni, ami ugye hát biztos mindenki szülőként, tanárként mindenki tapasztalja, hogy nagyon gyengül ez a diák szerep, és nem segít a fizikai kontextus. Nekem az a hasonlat jutott eszembe, hogy olyan, mintha minden diáknak most így hirtelen ilyen szabadúszó vállalkozóvá kellene válnia, tehát olyan, mintha most így, és egy picit szerintem ezt is éli meg mindenki a home office-ban, meg a homeschoolingban, hogy az alkalmazotti létből egy ilyen szabadúszó létben kell átmenni, ami azt jelenti, hogy nekünk kell magunknak az időt beosztani, tudnunk kell tervezni, be kell tudnunk tartani az ütemet, aztán motiválni kell önmagunkat, és ráadásul még valahogy így karban is kéne tartani magunkat. Ugye ez felnőtteknek is ez egy elég nagy kihívás, és mindannyian szerintem felnőttként be tudjuk azt lőni, hogy mennyire vagyunk mondjuk ilyen vállalkozó
alkatok, vagy mennyire vagyunk inkább alkalmazott típusok, tehát a gyerekek között is biztos, hogy nagyon nagy a különbség. És általánosságban, amit Virág kérdezett, hogy a kamaszok meg ez az önmenedzsment, hát élettanilag tudhatjuk, hogy egy kamasz, szokták mondani, hogy van egy ilyen, hogy élettani lustaság, amikor annyi minden dráma és konfliktus és érzelem zajlik egy kamaszba, hogy kívülről csak azt látjuk, hogy mondjuk fekszik az ágyán és nézi a plafont, és azt mondjuk, hogy semmit se csinál. Na most még ráadásul ez is itt van ebben a helyzetben, hogy egy kamasz nem jól tudja szervezni saját magát. Egyébként az agyunknak az a területe, ami a hosszú távú terveknek a megvalósítását segíti, meg a célok kitűzését, ez a prefrontális kéreg, ez a 20-as éveinknek a közepére fejlődik ki teljesen, tehát még az agyi működése sem ilyen egy gyereknek, hogy ezt segíteni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének képesek fejlődni ebbe, és amikor készültünk, akkor azért arról is beszélgettünk, hogy a nehézségek, azok a fejlődés lehetőségét is tálcán kínálják, egyébként a tanároknak is, meg a diákoknak is, hogy a digitális kompetenciák terén, kreativitás, alkotó területeken, és akár az önállóság terén is muszáj lépést tartanunk ezzel a helyzettel. Viszont, ami szerintem, amiről nagyon sokat kéne ma beszélnünk, az pont az a téma, ami itt is az első helyen szerepel, a motiváció kérdése, és ezért kezdtem úgy, hogy egy krízis helyzetben vagyunk, mert a bizonytalanság és a céltalanság, az átláthatatlanság nagyon-nagyon csökkenti a motivációt. És itt főleg gondolok, majd Juli, szerintem te erről tudsz majd beszélni egy végzős osztály esetében, tehát amikor azt se tudom, hogy lesz-e érettségi, tavaly beszéltem erről egy édesanyával, akinek a gyereke tavaly érettségizett, hogy ez hogyan hat a motivációra, hogy azt se tudom, hogy tudok-e felvételizni. Szóval, hogy én azt láttam, hogy a nagyobb kamaszoknál jön egy ilyen teljesen értelmetlen minden életérzés, és azt is gondolom, hogy ezek mind-mind olyan tényezők, amikre egy tanár a képernyőn keresztül nagyon nehezen tud hatni, tehát én nagyon együttérzek veletek pedagógusok, hogy itt annyi tényező bekúszott tehát ahogy kiléptünk az iskolai környezetből, a szociális tényezőkről nem beszélve, szóval annyi mindennel kéne itt foglalkoznunk, hogy ezt kezelni is nagyon nehéz meg átlátni, és most abba hagyom egy picit. Köszi, Dóri. Nekem az jutott eszembe, hogy igen, már idefelé az úton, ahogy jöttünk a párommal készülve a webináriumra, hogy valóban a kislányom is, ugye nem a korosztályhoz tartozik, hanem elsős kislány, de hogy elképesztően hatalmas energiák kellenek ahhoz, hogy egy napot egyáltalán összeszervezzünk, és hogy ő ebben hogy működik, egyébként hihetetlenül cukin próbál ott lenni minden egyes pillanatban, de nagyon sok, tehát valóban óriási kreativitás igényel a tanárok részéről, hogy lehet ezt megugrani, hogy lehet ezt a motiválatlanságot valahogy, ha nem is, tehát nem hiszem, hogy ma este végére oda jutunk, hogy aranytojás tojótyúkunk van, és mindenki úgy megy haza, hogy leporolhatjuk a kabátunkat, hogy készen van az online tanulás, de hogy Juli, most téged kérdezlek, hogy azért talán vannak olyan, nem is tudom, jelzőlámpák, vagy nem tudom, minek nevezzük, amiket érdemes naponta, meg minden egyes óratervezés, meg előkészítés során végig gondolunk, akár most hétvégén, amikor meg, hogy hétfőn hogyan kezdjük. Tehát amikor mondjuk hétvégén is érdemes igen átpörgetni a filmbe, mi az, amire felhívnád te a figyelmet, tehát az tapasztalataid alapján. Én is kettős szerepbe vagyok itt, nagyon akadozik most a vonal nálam. És látom a különbséget a saját gyermekem, aki középiskolás, 11-es, egyidős az osztályommal, csak ő még nem érettségizik, a 7-es másik gyermekem, és a saját osztályom között teljesen más családi háttér, más szociokulturális közeg, más tanulási szokások. A saját gyerekem
nagyon élvezi ezt az online oktatást, mert végre szabad, végre nem kötik le az idejét a tanárok, hanem maga oszhatja be a tanulási idejét. Miközben már nála is azt veszem észre, hogy összemosódnak a dolgok. Tehát simán megnéz egy Netflix sorozatot angol óra közben, mert elunta a tanár. Nincs rákényszerítve, hogy odafigyeljem. Simán festegeti a körmét, vagy éppen jön ki ebédelni, és a telefont leteszi oda az asztalra, hadd beszéljen a tanár. A távolba kétségtelen igaz, ő utólag képes ezt aztán bepótolni, tehát önállóan képes tanulni. Szemben mondjuk azokkal a diákokkal, vagy azoknak a diákoknak a nagy többségével, akik a mi iskolatípusunkba járnak. Nokdacu az én osztályommal valamiért ebben az évfolyamban egy elég problémás, ilyen szempontból problémás évfolyam rakódott össze. Cukik aranyosak, édesek, de velük az iskolai környezetben se volt könnyű a motiváció. Hogy válaszoljak is a kérdésedre, az egy másik szerep, és arra gondolom, majd kitérünk, hogy osztályfőnökként én mit tudok tenni. Én inkább pedagógusként mondanám, mi az, ami nagy részt bevált, bár mindig vagyunk egy hullámvölgyben, amikor semmi nem válik be, és mi az, amit tudok javasolni. Első körben egész biztos, hogy a személyes, nevezzük előadásnak, beszélgetésnek a mai napig nagyon fontos a diákoknak. Legyenek azok 18 évesek, vagy 13 évesek, hogy a két gyerekem között is lássam meg a mi iskolánkban is a különbséget. Tehát mi Google Meet-et és Google Classroom-ot használunk az intézményét, az, hogy Meet-es órák legyenek bizonyos rendszerességgel minden tanárral, a szemembe tudjanak nézni, ők ugyan kikapcsolva tartják a kamerájukat, de legalább ők az én szemembe tudjanak nézni. Néha, ha van olyan kérdésük, ami nem tananyaggal kapcsolatos, föltehessék, meg tudjam válaszolni, spontánnak lehessünk, beépíthessük a humort, megszólíthassuk őket személyesen, és az nagyon fontos. Kudarcosabbak vagyunk mi ebbe tanárok, mert sokkal kevésbé kapunk visszajelzéseket így. Még általános iskolában bekapcsoltatják a kamerát, mi azért ezt középiskolában nem szoktuk már érni tőlük, hogy nem tesszük kötelezővé a kamera bekapcsolást, épp ezért senki nem is kapcsolja be a kamerát, csak néhány szituációban, mondjuk nem beszámolóban, vagy ilyesmire. Ez nagyon fontos, viszont túlzásba szoktunk esni. Tehát túlzásba szoktunk esni, mert nincsenek fegyelmezési problémák, nem kiabál közben a gyerek, nem kell rászólni Stefikére ötször, hogy tegye le a telefonját, és ezért kicsit azt hiszük, hogy mindenki figyel, hogy mindenki veszi, amit csinálunk. És mondjuk, mint ahogy most is mondom, és a jelenlévők is biztos érzik, hogy közben ránéznek a telefonjukra, szól a gyerek, kimennek főzni, kimennek ide-oda, csinálnak ilyen dolgokat, még megosztottabb a figyelmük, mint az iskolában. Ezért nálunk az jött be, mi 90 perces egységekre osztottuk az órarendünket, nálunk az jött be, hogy soha nem lehet túl hosszú a tanári előadás, vagy a tanári mondjuk irányított beszélgetéssel vezetett tanóra. Alap esetben, ha előadás, akkor én azt mondanám, hogy 20 percnél se legyen több. Ha irányított beszélgetés és sikerül aktivizálni adott esetben 4-5 embert egy osztályból, vagy akár mentiméterrel, vagy akár hirtelen egy live kahuttal, vagy egy quizizzel egy picit behúzni őket, akkor ez talán elmehet 40-45 percig is. De nálunk több olyan tanár is van, akire miután megbeszéltük a kérdőívet, tulajdonképpen el kellett vele hitetni, hogyha 90 percig beszél, a végén már csak monogramokat lát, senki nem fogja venni, iskolába se, itt se. Ezért nálunk az lett a bevezetett és a bevált szokás, hogy egy ilyen rövid személyes jelenléttel történő óra után rögtön jön egy nálam, mert a tanároknak nem teszünk mindent kötelezővé, ki hogy csinálja, egy tananyagfeldolgozó feladat, viszont ezek mindig rövidek, mindig játékosak, nagyon gyakran online-ak, nagyon gyakran ilyen tesszerűek, vagy picikutatás-szerűek. Vannak nagyobb lélegzetűek is, de most arról beszélek, ami a tanórán megoldható. Mondjuk egy
kvízletes fogalomtanulás, vagy egy kvízletes szótanulás, vagy egy Kahoot Challenge, vagy egy quizzes teszt, vagy éppen a Learning Gaps-ből valami, csak hogy mondjak néhány példákat, és mindent értékelek. Hát mindenre pontot lehet kapni, mindenre rövid, szöveges visszajelzést adok, a pontokat lehet gyűjteni, és abból heti osztályzatok születnek. Mindig kírom minden feladatba, hogy mire lehet pontot kapni, mi milyen jegyet fog érni, mi adódik össze, mi nem adódik össze. Picit érezzük, hogy ez a játékosításra egy icipicit kezd hasonlítani, de nem egyértelműen ez a célja, hanem mert vágyják a visszajelzést a gyerekek. Tehát, hogyha nem kapnak folyamatos visszajelzést, akkor elvesztik a fonalat. Akkor minek küldje be, akkor minek csinálja meg. Így se 100%-os a beküldésünk, sőt, ahogy múlik az idő, és megyünk egyre közelebb, vagy egyre távolabb az iskolai oktatásról, egyre nehezebb olyan feladatokat kitalálni, vagy olyan értékelési módokat, vagy olyan hozzáállást a diákokhoz, hogy beküldjék a feladatokat. Tehát nagyon szépen fel kell osztani az órát, és kihasználni az online lét előnyeit, hogy itt rögtön tudod mérni, hogy a gyerek mit értett meg az órából. Rögtön az összes gyerektől visszajelzést kapunk, de akkor adjunk mi is visszajelzést. Tehát az egyik órai motivációra ez lenne, ami a mi tanácsunk volt, és ez egyben egy kicsit ki is váltaná azt is, ami a legnagyobb probléma volt, és szerintem, ha megnézitek a ti iskolátokban is sokan mondják, mert erre az én gyerekeim is panaszkodnak, hogy a gyerekek, ha úgy adjuk ki a határidőt, hogy megcsinálhatják estig, jövő hétig, hétvégéig, akkor mindent az utolsó pillanatra fognak hagyni. A többsége mindent az utolsó pillanatban csinál meg, ezért érzik ők úgy, hogy sok az órán kívüli feladat. Mert hogy iszonyú határidőket adunk. Adunk rá egy hetet, és mi azt hiszük, hogy de jó fejek voltunk, adtunk rá egy hetet. A gyerek meg ott hagyja az utolsó pontra, és vasárnap azt látja a szülő, mert a szülők is ezt jelezték vissza, hogy vasárnap körmöl a gyerek. Ír, feladatokat csinál, online teszteket old meg, nem tudom, házi dolgozatokat ad be. Ezért az ilyen tananyagfeldolgozó feladatok általában méretben kicsik kellenek, hogy legyenek, nagyon picikék, amit a gyerek nem unál hamar, nem jegyzetelés, nem tankönyvi feladatok, orvérzésig történő megoldása, nem általunk megosztott tananyag kijegyzetelése, hogy küld vissza, hogy lássam, hogy dolgoztál vele, semmit nem ér, elunja, nem csinálja, nem is jegyzi meg közben, hanem valami olyan, mondom, ilyen online vagy kutatósabb jellegű dolog, amit ott a tanóra idejében meg tud csinálni. És rögtön látja, hogy miről beszéltünk ott órán, óra végéig le tudja adni. És itt van a másik előnye ennek, kicsit segítünk beosztani az idejüket ezzel. Egy icipicit tudjuk motiválni őket arra, hogy hát csengetéstől csengetésig vagyunk itt is. Csak nem szól a csengő, de a Google Classroom jelez, hogy lejár a határidőd. Akkor van a csengő. Ez nem azt jelenti, hogy egyszer-egyszer nem lehet olyan feladatot kitalálni, ami megint inkább legyen kreatív, legyen egy picit elgondolkodós, vagy amire előre kell egy picit tanulni, vagy előre kell kutatni kutatós feladatot, amire nem adhatunk ki hosszabb határidőt. Tehát lehet ilyen egyszer-egyszer, de hogyha minden tanár, minden tantárgyból egy hétre ad ki feladatokat, vagy három napra, vagy két hétre, akkor a gyerek mindent hétvégén fog megcsinálni, meg az utolsó pillanatban. Legalábbis a többségük, a 60-70%-uk. Nem tudom, ti jól hallotok-e engem, mert nálam valami nagyon recseg. Ja, jó. Gyuri, egy kérdésem adod, aztán a Dórihoz fordulnék majd, illetve kettő is akad, de az egyiket teszem most fel, hogy tulajdonképpen te mit látsz, hogy mennyivel nőtt meg a pedagógiai előkészítő idő, tehát a munkaidő, mennyivel több, mint amikor bejártál, vagy bejártatok? Hát, mikor bejár az ember, nagyon gyakran rutinból nyomja le, de azért a mi iskolánkban, meg személyesen nálam, ezek az eszközök, amiket bevetek most az online-ban,
kicsit máshogy, de az offline, tehát az iskolai oktatásban is előkerültek, tehát én akkor is törtem a fejem azzal, hogy lehet fenntartani a figyelmét a gyerekeknek az iskolában. Van olyan iskolatípus, ahol ezen kevésbé kell törni az ember fejét, mindenhol kell, de kevésbé, nálunk nagyon kell törni az ember fejét, hogy lehet 10 percnél tovább fenntartani a gyerekek figyelmét. Most meg aztán végképp, erről majd gondolom beszélünk, hogy mennyi minden dolog az, ami elterelheti a figyelmét, beleértve a szülőket. Én inkább azt mondanám, hogy az értékelés része az, ami egyrészt nagyobb időt veszel, és nagyobb újításokat követelt még tőlem is. Nekem már volt egy csomó olyan dolgom, ami játékon kezdtem, amit már csak át kellett dolgozni, viszont az, hogy minden órán minden gyereket, ha csak a pici feladatát is értékelem, pici szóval, pontszámokkal, az nagyon sok idő, az jóval többet. Nem tudnám megmondani időbe, de jóval több időt veszel. Akinek meg még nincsenek is meg nem csak az ismeretei, hanem mondjuk az anyagai, amiket föl tud használni, vagy nagyon gyorsan tud előállítani ilyen dolgokat, vagy egyáltalán hol keresse ezeket, én azt el sem tudom képzelni, hogy az mennyit dolgozhat tanárként. De most lesz egy jó nagy anyagunk. Ha ezeket most összeállítjuk, akkor majd a következő iskolai időszakra is föl tudjuk ezeket használni. Tehát sokkal, sokkal több az idő tanárként, de ha meg úgy csináljuk, hogy csak bemegyünk órára, leadunk valamit, és utána szidjuk a gyereket, hogy miért nem tanulta meg miért nem tud semmit, akkor meg azt mondom, hogy elvesztegettünk, akkor inkább be sem menjünk órára. Nem látom értelmét. Én szerencsés vagyok, mert én élvezem ezt a részét, hogy így bügyűrészkedhetek vele, meg szerintem még vagyunk ezzel így páran, el tudom képzelni, hogy van, akinek ez kevesebb örömet okoz. A gyereknek viszont nagyon fontos, vagy nagyon fontos lenne a mi sikerélményünk miatt is szerintem, de az övé miatt végképp. Itt annyit engedjetek meg most, inkább nem is kérdés, csak egy gondolat elejéig, hogy alapvetően azért a digitális eszköz használat, ezt említettétek ti is, hogy ugye amellett, hogy a krízis helyzet, és nem is amellett, tehát hogy attól nagyon nehéz elvonatkoztatni, hogy tényleg mindenki nagyon fáradt már, és ez a krízis helyzet tényleg mindannyian az utolsókat rúgjuk, és már nagyon várnánk, hogy végre fellélegezhessünk, de hogy a digitális eszközök amellett, hogy tehát tulajdonképpen bármennyi frusztrációt okoznak is sok szempontból, mégis akár a formatív értékelést, ugye, amit most hosszasan ecseteltél azért nekünk, hogy miért látod fontosnak, maximális mértékben támogatják, és hogyha most egy pillanatra csak a mi beszélgetésünk elején ezt a Mentimeter szavazást megnézzük, tehát tényleg alapvetően nagyon gyorsan, hatékonyan tudnak a digitális eszközök a diagnosztikus és formatív értékelésbe eredményeket egy időben azonnal sok gyerektől kapni. Ehhez egyébként majd ugyan készítettünk egy infografikát a beszélgetés végén, meg fogjuk mutatni, ahol alapvetően ezek a legfontosabb szempontok, gondolatok majd összegezve lesznek a beszélgetésből, de én itt azért megerősíteném Attilának a bevezetőjét, hogy a digitális témahétnek a YouTube csatornáján valóban tulajdonképpen majdnem 200 webináriumban van már, és ezek között az említett alkalmazásoknak a használatát bemutató módszertanba beágyazva gyakorló tanároktól láthatják, úgyhogy én nagyon buzdítanék, ha a hallgatók között vagy a környezetükben bárki, aki tanácstalan, vagy nincs ötlete, segítenének, hogy ezt a YouTube csatornát használják bátran, mert tényleg nagyon gazdag és nagyon jó szakmai támogatást nyújthat a mindennapokban is, nem csak a témahétre való készülésben. Bár ezzel kapcsolatban lesz majd még egy kérdésem Julihoz, egy módszertani. Viszont Dori, most azt szeretném tőled kérdezni, hogy tehát Juli most arról beszélt, hogy tulajdonképpen egyrészt a pedagógiai munka, hogy változik, úgy legyenek a fókuszok, de hogy ez az online térben, tehát a kamaszaink amúgy is ugye az óráinkon, amikor offline voltunk, a telefonjukon lógnak, tehát hogy és megy a cseten, megy a csetelés a Facebookon, vagy az Instán éppen osztanak meg gondolatokat magukról. Te mit látsz, és milyen fontos szempontokat vennél elő most, hogy tulajdonképpen megnövekedett az online térben való idő, és elsősorban a kamaszokra való fókuszban nyilván. Hát mérhetően megnőtt az online térben töltött idő, de egyébként azt gondolom, hogy felnőtt
szülőként is ugyanezt tapasztalhatjuk, mert hogy ott dolgozunk nagyon sokan, és emellett ott kommunikálunk, ott nem tudom, ott fogyasztjuk a különböző média portálokat, és a gyerekekre ugyanez vonatkozik, hogy az iskolai idő mellett tartják ott a kapcsolatot a barátaikkal. Tehát mondhatjuk azt, hogy az offline-online jelenlétnek az egyensúlya az teljesen eltolódott az online felé. Ez önmagában azért is nehéz, mert hogy a képernyő előtt töltött idő, meg ezek az ingerek, amik érnek minket, ezek nagyon sok feszültséget tudnak egyébként felhalmozni a testünkben. Tehát, hogyha közben nem használjuk a testünket, tehát önmagában már ez nagyon nehéz, és főleg egy kamasznál, aki meg amúgy is szeret behúzódni a szobájában, meg szeret bebújni a telefonjába, ezzel még nehezebb mit kezdeni, hogy egy csomó minden ott bent történik. Na most, ha már a kamaszkori feszültségekről most itt szót ejtek, hogy tulajdonképpen a kamaszkor az arról szólna, hogy a gyerekek eltávolodnak a szüleiktől, és mennek bele a nagyvilágba, és tartják a kapcsolatot a kortársaikkal, és felfedeznék a világot, és benne pedig önmagukat, de ugye erre most nincsen lehetőség. És a motiválatlanság az részben ebből fakad, hiszen valljuk be, egy kamasz számára egyébként nem a tanulás lenne a legfontosabb, hanem az, hogy bandáznak. És ez a személyes lehetőségnek a hiánya, ez meg az, hogy tulajdonképpen pont megfordul mindennek az iránya, és otthon kell ülni, és ahonnan eltávolodnának, ott a csigaházban benn kéne lenni. Szóval ez nagyon sok plusz feszültséget kelt bennük, amikor a kamaszkor egyébként is nagyon hullámzó elmileg. Na most ez a feszültség részben egyébként az online agresszióban jelenik meg, ami egyébként is probléma. Tehát a bullying, az erről nagyon sokat lehet hallani, de ez is mérhetően megnőtt ennek az online agresszív kommunikációnak, vagy ennek a jelenségnek az esélye, már csak amiatt is, hogy többet vannak fönt, és jellemzően a chat alkalmazásokban, meg a közösségi terekben, de hogy ezt a feszültséget is én úgy látom, hogy egymáson vezetik le. És önmagában, tehát ez az egyik problematika, a másik pedig a függőség kialakulására való hajlam. Hát erre most sokkal nagyobb az esély, mivel a virtuális térnek megvannak a függőséget okozó jegyei, és ebben vagyunk benne. De hogy ezzel mit lehet kezdeni szülőként vagy pedagógusként, szóval, hogyha jó, ha tudunk erről, és megelőzni persze ezt mindig sokkal könnyebb, de én nagyon bátorítanám a pedagógusokat is arra, hogy próbálják ezekben a beszélgetésekben, amit Júli is mond, valahogy monitorozni a gyerekeket, hogy hogyan lehetnek. Mert mind a bántalmazásra, mind a függőségre nem mindannyian vagyunk ugyanolyan mértékben kitéve. Tehát, hogy mind a két szempontból vannak olyan, például mondjuk egy csoportban peremhelyzeten lévő gyerekek, akik sokkal jobban ki vannak téve annak, hogy megtalálják őket, vagy hogy akár mondjuk, hogyha magányos egy gyerek, hogyha jobban izolált, akkor mondjuk a függőségnek is sokkal jobban ki van téve. Tehát, hogy megvannak azok az ilyen szenzitív jegyek, amikre érdemes odafigyelni. És ezen is gondolkodtam, hogy nyilván amellett, hogy egy tanár legyen kreatív és adjon sok visszajelzést, szóval ez egy nagyon nagy vállalás lenne a gyerekeknek a mentálhigién és támogatása. És hogy éppen ezért szerintem nagyon fontos igénybe venni azokat a például a kék vonal, vagy a jelonnak a szolgáltatását, vagy így a gyerekek felé ismertetni, hogy ott van anonim chat szoba, és hogy használják ezeket, éljenek ezzel a lehetőséggel, vagy az iskola pszichológus, persze nyilván ők is leterheltek, de hogy több lábon álljon ez a lelki támogatás, vagy maga a ventiláció. Szóval érdemes, én nem tudom, tehát nyilván osztályfőnökként nem lehet mindennel foglalkozni, de hogy azért ez a két téma, a függőség meg a bántalmazás, ez szerintem nagyon elő van, és ez egy valós kockázat. Köszi, Dóri. Júli, én most vissza is csatolnék hozzád, és térjünk rá akkor az osztályfőnöki aspektusára ennek az online tanulásnak, hogy egy nagyon fokozott így az érettségi finisével különösen, hiszen
hiszen számos konfliktust rejt. Nézzük meg, mesélsz nekünk egy kicsit, hogy egyrészt arról, hogy a gyerekeknek az osztályközösségével kapcsolatban mit látsz, akár ezekre a jelenségekre kitérve a bántalmazásra, vagy arra, hogy tudnak ők egyáltalán a képernyőidővel gazdálkodni, illetve arra, hogy te osztályfőnökként a te pedagógiai munkádban miket használsz, hogy próbálsz, hogy tudsz segíteni ebbe, és mi az, amiben viszont gondolod, hogy kell külső segítség, vagy szükséges volt-e esetleg. Egy kicsit itt visszacsatolnék arra, amit az elején mondtál, hogy te neked támogatnod kell az elsős lányodat a tanulásban. A kamaszokkal az a gond, hogy ő már nagyon nem szereti, ha a szülő támogatja őt, tehát mi a szülőt tudjuk néha kérni erre-arra, hogy teremtsen kapcsolatot a gyerekkel, de azzal néha rosszabbat teszünk, mert a gyerek azt hisz, hogy a háta mögött történik dolog, pedig csak akkor fordulunk ehhez az eszközhöz, ha már semmilyen szinten nem érjük el a gyereket, mert olyanok is vannak a mi iskolánkban mindenképpen, és azokkal nagyon nagy a gond, aki teljesen eltűnik ebbe a térbe. Tehát nincs fizikai kontakt, nem tudunk vele találkozni, nem tudok a szemébe nézni, nem tudom a vállára tenni a kezem, ha kell, humorral, iróniával, de visszavonni őt a tanulásba, és nem tudom, nem válaszol üzenetre, nem jelenik meg sehol. Tehát ilyen szempontból van egy nagyon-nagyon nehéz helyzet az osztályfőnöknek és a szaktanároknak is. Az egy speciális dolog, hogy nekem végzős az osztályom. Nekem van olyan tanuló az osztályomban, aki azért vesztette el teljesen nem egy a motivációját a tanulás iránt, pedig addig nagyon lelkes volt, amikor kiderült, hogy a szallagavató bál, mint olyan kuka. Tehát őnekik a szallagavató bál egy nagyobb jelentőségű dolog, mint az érettségi. Ők a szallagavató bálért jöttek középiskolába, sarkítok egy picit, érzitek biztos, de nagyon nehéz ebből visszarángatni őket. Nálunk vannak rá kezdeményezések, most a harmadik hullámban már biztos óvatosabban lesznek, hogy azért összerántjuk őket, már ha össze lehet személyesen is néha. Normafánál, Margit-szigeten volt egy diáknapra kijelölt szabadnapunk. Szerintem ezek iszonyú fontos események, és akkoriban még a Margit-szigeten maszk se kellett, biztos máshol sem hordanak, de úgy fotózkodtak, azokat a képeket osztották meg, ki vannak éhezve erre az élményre. De hát ez a ritkább, tehát be kell vallanom, hogy ez a ritkább, és mi nagyon büszkék vagyunk magunkra, mert a tanulói és szülői kérdői visszajelzései alapján nagyon-nagyon nagy százalékban az osztályfőnöki munkával, információáramlással, gyerekkel való törődéssel, szülővel való törődéssel voltak megelégedve mind a diákok, mind a szülők. És erre mi nagyon sok hangsúlyt is fektettünk. Védjük a magánszféránkat természetesen bizonyos szintig, de ki kellett tágítani. Mi is itthon vagyunk, de hogy az átlagnál sokkal elérhetőbbnek, sokkal rugalmasabbak kell lenni. Nekem van olyan, hogy este 10-kor rámír a osztályomból egy olyan gyerek, aki 6 tantárgyból áll bukásra, és nem tudom behozni sehogy, pedig folyamatosan vele törődöm, csak azért, mert retteg. Retteg a érettségitől, retteg, hogy mi lesz, retteg, hogy szedi össze magát, és hogy tud tanulni. Olyan családi környezetből is jön, ahol ezt a támogatást kevésbé kapja meg, viszont most ott él. Tehát ő most ebben a családi környezetben él, miközben kollégista volt ő Budapesten. De hát természetesen a kollégiumok zárva vannak. És nem, hiába van itthon két gyerekem, nekem akkor 10 órakor, és lehet, hogy most ellentmondok, és nem is baj, hogyha többen ezzel ellentmondok, hogy nekünk is van életünk. Én felelősségemnek éreztem, hogy akkor 10 órakor egy fél órát ezzel a fiúval kell beszélgetnem, és viszonylag jól ment el, azóta bemegy minden órára. Még mindig 6 tantárgyból bukásra, de bemegy minden órára. Tehát azóta bekapcsolja a gépet, mert érzi, hogy van valami megtartó közeg, ami nincs mellette. Sokkal élénkebb a kommunikációnk a szülőkkel, rengetegféle fórumon. Eddig, ha eljöttek 6 szülőértekezletre, már örültünk. Most az online szülőink többen voltak, pedig nagyon sokan nem tudják használni ezeket az alkalmazásokat nálunk. A szülőknek is van egy telefonja, amin van Messenger letöltve, és ennyi. Körülbelül, de ők is érzik ezt a dolgot, meg főleg azt, hogy sokkal többször tájékoztatom őket én is, és rengetegféle fórumon, egyenként is, közösen is, és ezt az összes osztályfőnök csinálja nálunk. Ugyanis kértük is ezt az együttműködést tőlük is, hogy mindig mindent rögtön jelezzenek felénk, ha valahol valamilyen olyan gond van, amiben tudunk segíteni,
amiben csak türelmet kérnek, vagy amiben csak rugalmasságot kérnek tőlünk. Tehát az osztályfőnöki munka az szerintem az értékelésen kívül, ami ugrásszerűen megnőtt, embertelen mennyiség lett, és sajnos beleszól a magán életünk idejébe is. És csak azt tud minket ilyen szempontból életbe tartani, hogy majd tudjuk, hogy valamikor vége lesz, vagy reméljük, hogy valamikor vége lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, és ez vissza is veti természetesen a gyerekeket. Tehát az eszköz az, hogy ott kell lenni nekik. Ott kell lenni nekik, majdnem azt mondom, hogy mindig. Persze ezt mindenki a saját személyisége szerint szűkítse annyira, amennyire szeretné, de ott kell lenni a hátuk mögött ezeknek a gyerekeknek, és most már a szülőt kevésbé tudjuk bevonni. A kamaszok leválni akarnak, ahogy a Dóri mondta, és ők szeretnék, ha felnőttként kezelnék őket, és nem a szülő közvetítene. Az meg végképp nem megy, hogy a szülő odaül mellé, hogy már pedig tanulj, vagy nem kap zseppénzt. Tehát akkor a motiváció még jobban elveszett. Köszi, Júli. Nagyon sok gondolat van a fejemben, de én közben azért a vendégeket is arra buzdítanám, hogyha bármilyen kérdésük lenne, vagy egyáltalán csak egy reflexió, amit megosztanának, nyugodtan tegyék meg a cseten, tehát nem feltétlenül kérdések ezek, esetleg lehet, hogy csak egy-egy gondolatot tenne hozzá. Viszont én Dóri, most egy utolsó kérdés elejéig, és egy rövid választ várnék tőled, mert negyed óránk van a webináriumból, és szeretnénk majd lehetőséget adni a oldottabb beszélgetésre, kérdés lehetőségre. Én annyit kérnék tőled, hogy azért az osztályfőnöki munkában mindig feladat volt a szülőkkel való kapcsolattartás, ez valóban nagyon sokféle módon tudott megjelenni, ugye nyilván nem feltétlenül volt nagy összetartás, nem mindig jön el minden szülő a szülőire, van, akit nem érnek el, különböző szociokulturális háttérrel rendelkeznek a gyerekek, különböző krízishelyzetekkel, és hát az élet, tehát hogy a járvány mellett is megvannak a családi problémák, tehát hogy ezek nem tűntek el, csak valószínűleg vagy mélyültek. Mit javasolsz, hogy mit tehet egy osztályfőnök, hogyan kitől kérhet segítséget ebben a helyzetben, és tulajdonképpen mégis ebben a magányban, meg ebben a nehézségben, amit Júli itt elmondott, akár iskolai szinten kihez fordulhat a kollégákon túl, amit bízom benne, hogy azért valamennyire működik az iskolában. Hát ahogy az előbb is említettem, hogy érdemes, tehát a kék vonal, ők ugye kamaszokkal foglalkoznak, ez az alapítvány, és abszolút specializálódtak a serdülőkori krízisekre, tehát nem csak a függőségre, hanem mindenféle szívügyre és lelki problémára, tehát hogy érdemes az ő honlapjukat megnézni, nagyon sok oktatóanyag is van most már fönt, amivel próbálják a kamaszkori problémáknak a hátterét, meg kicsit a kezelését is így jobban közelhozni. Tehát, hogyha van erre idő, de minden esetre a cset alkalmazásukat nagyon ajánlom, ugyanígy a Hintalovon Alapítványnak van egy Yellow nevű oldala, ahol szintén van egy ilyen lehetőség, de ugye ez mondjuk csak az online lehetőség. Emellett, hogyha egyébként is működik az iskolába iskolapszichológus vagy szociális munkás, akkor érdemes velük is konzultálni, illetve én azért ezt úgy is tudom, hogy a megkezdett folyamatokat online is lehet, tehát folytatják a pszichológus kollégák az iskolába. És egyébként pedig, hogyha esetleg szociális problémákat érzékelnek, és itt most az esetleget azt inkább ki is húzom a mondatból, mert ez a krízis biztos, hogy nagyon sok családot érzékenyen érint, akkor egyébként én a kerületi családsegítővel is nagyon ajánlom, hogy érdemes felvenni a kapcsolatot, mert nagyon sokféle problémára ők tudnak igazából megoldást találni. Meg én azt gondolom, hogy talán az is élhet tanároknál, Júli, ebben erősíts meg, hogy egymásnak is tudtok támogatást adni, tehát hogy ti se legyetek egyedül semmiféleképpen, hogy legyen egy ilyen virtuális, vagy ilyen félig keverten személyes háló, hogy mindenki valahogy ennek a nehézségét meg tudja osztani valakivel. Szerintem ez most kiemelten fontos.
Júli, akkor egy rövid reflexió erejéig még válaszol Dóri felvetésére, és akkor utána én megmutatnám az összegző infografikánkat, és teret adnék a kérdéseknek. A válaszom annyi, hogy nálunk eddig is voltak esetmegbeszélő konferenciák, ezek nem az osztályozó konferenciákkal azonosak, ennek most nagyobb jelentősége lett, tehát a rendszeresen megszervezetnek, de a legnagyobb segítség azok a kis informális csoportok, akik a tanári közösségben kialakultak, és egymás között tudjuk ventilálni ezeket a problémákat, és néha már az is jó, hogy látjuk, hogy másnak is nehéz. És én ezt javaslom mindenkinek, hogy azt is lássuk mi is, hogy a diákoknak is nehéz. Tehát nagyon-nagyon sok negatív visszajelzést kapnak, ők meg pozitívra vágynak. Egyik diákunk meg is fogalmazta, hogy azt szeretem a tanáraim egy részébe, hogy tudják, hogy mindkettőnknek nehéz, nekik is és nekünk is. Szerintem ez bőven elég. Köszönöm szépen. És akkor zárszóként megmutatnék egy infografikát. Nem is hiszem benne, hogy látjátok. Hopp. Igen, ugye? Most látható az anyag. Tehát kamaszok az online tanulás idején, ugye két szempontból néztük meg Dórival és Júlival a problémákat, pszichológiai, illetve pedagógiai szempontból. Én emlékeztetőként neveztem itt el. Ez az infografika egyébként majd a felsorolt és kibővített linkekkel majd letölthető lesz a digitalistema7.hu oldalon, ahol a webináriumainkat összegyűjtjük, és a felvétel is visszanézhető lesz majd. És hát látjuk, hogy ugye a tartós bezártság a tanulóinknak se könnyű, ugye ezzel zárta Júli itt most a beszélgetést, hogy ezt érdemes fejbe tartani, ez a krízis tulajdonképpen amennyire szétválaszt minket, annyira egyben is tart, és ez egy fontos pont. Itt céltalan, tulajdonképpen azokat a szavakat látjuk, azokat a fogalmakat, azokat a szempontokat, amiket különböző módon, de körüljártak a beszélgető partnereink, a bullyingtól a depresszión át, hogy mit okoz ez a bezártság a diákjainkba, és tulajdonképpen mit tehetünk mi. Tehát egyrészt én most gyorsan végig szaladnék a pszichológiai, aztán a pedagógiai szemponton, tehát megbeszéltük, hogy érdemes ugye velük hetente legalább egyszer beszélgetni kötetlenül, akár a koronavírusról, egy hírről, a szalagolató elmaradásáról, vagy egyáltalán, hogy otthon azon a héten mi volt, mi történt velük, mi az az egy jó dolog, amit kiemelne. De fontos, hogy a szülőkkel is szervezünk beszélgetéseket, ha nem is jön el mindenki, de akik nyitottak rá, számukra mindenképp ajánljuk meg, ahol előtérbe kerülnek azok a problémák, amiket a Dóri körüljárt az online térben való jelenlét megnövekedése miatt. Játszunk velük, és a Dóri írt egy nagyon kedves mondatot, a nevetés erősíti az immunrendszert, ami most aztán különösen fontos. És ez nekem megakadt a szemem ezen a gondolaton, amikor a Dóri leírta, és nagyon fontos, hogy szervez nekik segítséget, de ne te legyél a pszichológusuk, azaz forduljunk, tehát lássuk meg, hogy mikor van az a pont, amikor külső szakember bevonására van szükség, és nem mi akarjuk megoldani, és mi is forduljunk nyugodtan segítségért, tehát megtehetjük, ez nem ciki, ez nem, tehát ez teljesen helyén való, különösen egy ilyen helyzetben. És akkor nézzük a pedagógiai munkát érintő szempontokat, légy elérhető, tehát nyilván nem feltétlenül kell este 10-ig, tehát a Júli is kiemelte azt, hogy tartsuk meg a határainkat, a magánszféránkat is, ehhez kapcsolódóan lesz majd nem sokára egyébként egy webináriumunk, ahol azzal fogunk többek között foglalkozni, hogy a gép előtt ülést hogyan tudjuk oldani mozgással. Majd egy fejlesztő pedagógus lesz ebben segítségünkre, aki jogatanár is, majd Juhással volt a webináriumát, itt röviden ajánlom. Illetve motiváló feladatokat találjunk ki, amik a korosztályhoz illeszkednek. Itt azért a Júli is említett néhány szempontot, én pedig újra elmondanám, hogy tényleg látogassanak el a dpmk.hu oldalra, vagy a digitalistema7.hu oldalra, és felhívnám a figyelmüket, hogy egyébként az idei pályázatunkban az online oktatási jó gyakorlatoknak is teret adunk, tehát ha a mostani gyakorlatokat dokumentálják és elküldik a pályázatunkra jelentkezésüket, akkor ezeket díjazni fogjuk majd. És természetesen a projektpedagógia is jelen van. Itt most kevesebb szó esett erről, de én azért zárszóként annyit elmondanék, hogy a formatív értékelés, az önálló tanulás szervezés,
az alkalmazásoknak a kreatív használata, ezek mind olyan szempontok, amik a projektpedagógiának is jellemzői, tehát bátran dokumentálják azt, amit most csinálnak, és pályázzanak nálunk a díjainkra. Többnyire, tehát a formatív értékelést kiemelte, több dicséret, kevesebb büntetés, tehát ne adjunk egyest, hogyha másnap ugye itt a felhalmozott feladatokban nem teljesít a diákunk. Többnyire a tanóra idejében elvégezhető feladatmennyiséget tervezzünk, erre elhangzott egy konkrét óra struktúra is a beszélgetés során, és a tanári előadás néha fontos, de a kevesebb itt is több. És akkor én most megköszönöm a figyelmet, és átadnám a kérdéseknek a lehetőséget.